Szerintem vagyunk úgy páran, akik tudják, hogy Mikulás, vagy télapó, vagy kirakjuk a csizmát, de hogy ne csak csoki legyen benne, hanem valami olyan is. Hát nem annyira egyszerű belehajtogatni a csizmába ezeket, de mögé lehet rakni. Az egészen kicsiknek szól a karácsonyi számlálunk. Ugye nagyon bájos állatok vannak, Mellinger Zitának a rajzaival készültek, és hát meg kell számolni, hogy hány ilyen kis karácsonyi motívum van a képeken. Ez a klasszikus állatszámlálunknak a karácsonyi verziója. Aki azt mondja, hogy már még ügyesebb a gyerekének a keze, és a pici ablakokat is jó, aki tudja nyitogatni, egy másik klasszikus, ami ismét újra kapható, az a Karácsonyra vár a Mackó család, ahol a Mackó család életébe kukucskálhatunk be, hogy ők hogyan készülődnek, és ez is már szerintem Mikulás előtt is, meg a karácsonyi várakozásban egy nagyon jó támpont lehet. És mindig egy kicsit alábecsüljük a matricázás szerepét, meg sokszor azt látjuk, hogy csak telerakta vele a lakást, és mindenhol matricák vannak, de ez annyira fejleszti a finom motorikát, hogy ez fontos tényleg, hogy a gyerekeinknek hagyjuk, hogy matricázzanak és ragaszgassanak, vagy pedig együtt készítünk ajándékot, rárakja, megírja a Mikulásnak a levelet. Például ezek a karácsonyi tematikájú matricák is ilyenek, amik ráadásul pufi matricák, tehát így kiállnak, és sokkal egyszerűbb velük benni, és mellette számtalan feladat van benne, és kipattintható díszek, meg ajtóra valók is vannak. Ugye nagyon helyes a grafikája, az ajtajára kirakhatja, hogy ez az én szobám, tehát ez például nálunk már most nagy siker, bár még nincsen egészen ez az időszak. Vagy akár bevinni osztályba, vagy oviba, közösen olló sem kell hozzá, csak kinyomjuk a karácsonyi papírdíszeket, vagy nyugodtan kidekorálhatja a saját szobáját, addig sem nekünk kell kitalálni, hogy mi legyen a dekoráció, és nagyon könnyen elkészül, nagyon gyorsan megvan, nem kell ragasztani, nem kenünk vele össze semmit, nem vágja szét, hanem csak kipattintjuk, és mind a kettőben nagyon helyes figurák vannak. Ez viszont nagyon jól oda csúsztatható. A örök kedvenc Claude, aki ugye egy kiskutya, aki Pulcsit és Mici sapkát hord, Tóth Benedeknek a fordításában, ő Claude magyar hangja, Claude-nak a legjobb barátja az Zoknos Bolyhoz Zokni Uraság, aki egy kicsit sajtszagú, és ezúttal hát annyira jó házőrzők akarnak lenni, hogyha valaki bejön a kéményen, azt is elkapják. De hát mi történik akkor, hogyha az pont a télapó, akit hatástalanítanak? Hát akkor Santa Claude lesz, aki átveszi a szerepet. A Claude-tól megszokott humorral, rengeteg fordulattal egy olyan könyv, ami felolvasva is működik, az apukák sem unják halálra magukat, különben pedig rengeteg gyerek ezen tanult meg olvasni, hiszen megvan a sikerélmény, hogy végre elolvastam egy könyvet, mert hogy szép nagyok a betűk, és visz magával a történet. Aztán aki mondjuk virgácsot ugyan nem kap, de kicsit segíteni szeretnénk a gyerekünknek, hogy ne izguljon már annyira a sulin. Ez is egy nagyon jó ilyen meglepetés könyv lehet, hiszen úgy segít, hogy közben nem nézi hülyének a gyereket, viszont ne izgulj, tippek, trükkök, stresszoldó dolgok. Azért az anyák is néha kapjanak egy kis ajándékot, akkor ajánljuk ezt a gyönyörűséget, ami egy határidőnapló, színezővel együtt szintén Joanna Buswell-től, vagy pedig a karácsonyi ünnepekre hangolódásként karácsony Joannával színezőt.